Önök a Politelevízió híradóját látják, a műsorvezető Fabian Hellé. Köszöntöm nézőinket, jó napot kívánok! Híreink következnek röviden, egy-egy mondatban. Előrelépés történt a regionális vízi és csatornahálózati programban. Kopjafás helységnévtáblát állítottak fel Gerencén. A Nemzeti Szabadelvű Kör országos konferenciáját tartották a Vigadóban. Új elnöke van a felsőháromszéki népművészeknek. Zug Március szónokversenyre került sor a múzeumban. Most pedig következzenek a részletek. A települések víz- és csatornarendszerét működtető regionális szolgáltató közös vállalkozás létrehozásáról döntöttek a felsőháromszéki polgármesterek legutóbbi találkozóján. Ezzel egy időben egy olyan egyesület beindításáról is szó esett, amely ennek a vállalkozásnak a működtetésében vállalna szerepet. Előrelépés történt a regionális víz- és csatornahálózati program beindításában Kovászna megyében. Az új pályázati kiírások szerint a munkálatok kivitelezésére benyújtandó pályázatok egyik formai feltétele, hogy egységes szolgáltató működtesse a települések víz- és csatornarendszerét. Ez Kovászna megyében már létre is jött, és egy kereskedelmi társaság megalakításának első lépései is megtörténtek, amelyet Kovászna, Bodzaforduló és Kézdivásárhely a megyei tanáccsal közösen hoz létre. Az eddigi egyesség alapján a megyei tanács, Sepsengyörgy és Kézdivásárhely 1-1 milliárd lejjel járul hozzá az alaptőkéhez, míg Kovászna 500 millió lejjel és Bodzaforduló 400 millió lejjel. Régi lejbe értendők az összegek. Abba egyeztünk meg, hogy április végéig megalakítjuk és bejegyeztessük az új kereskedelmi társaságot, azzal a céllal, hogy fokozatosan ez a cég átvegye a megye összes településén levő a céghez társuló települések ivóvíz és szennyvíz csatornázási szolgáltatásának a feladat és hatáskörét. Most már reális esély mutatkozik arra, hogy a pályázók az ősz elejéig összetudják állítani a szükséges iratcsomót, és benyújthassák a finanszírozási kérelmet. Gerence Kisdiorbai szék egyik legrangosabb településének számít, már ami a turizmus vonzereit illeti. A település széke jellegét hangsúlyozzák a község vezetői is, akik a Magyarság március 15-e nemzeti ünnepe előtt Kopjafás helységnév táblát szereltek a falu bejáratához. A gelencei önkormányzat eddigi tevékenysége akkörül körvonalazódott, hogy erősítse a műemlék templomáról híres település turisztikai vonzerejét. Szobrokat állítottak, a közterületeket a vidéket jellemző székelyfa faraguk munkáival díszítették. A gelencei botfivérek első munkája mellett az óriási székelykapu szomszédságába két újabb műalkotás került a keddi nap folyamán. A polgármesteri hivatal alkalmazottai felállították a Kopjafás helységnévtáblát, amelyre a román és magyar nyelvű településnév mellé a falu testvértelepüléseinek neve is felkerült. Ezen kívül egy fatörzsből kifaragott Székely bácsi fogadja a községbe látogatókat, a szobor kezében a település címere található. A gelenceiek egyébként idén is több külföldi településről fogadnak vendégeket, akik már március 14-én megérkeznek a nagyközségbe. 15-én részt vesznek a Kézdivásárhelyi főtéri rendezvényen, majd délután 4 órakor a helybeli hősök terén megszervezett ünnepségen teszik tiszteletüket. Március 7-én pénteken a Vigadó Művelődési Ház kis termében a Nemzeti Szabadelvű Kör országos konferenciájára került sor. A konferenciára Eckstein Kovács Péter szenátor, a Szabadelvű Platform vezetője is megérkezett. A platformot olyan fiatalok alapították, akik a politizálás RMDSZ-en belüli útjait keresik a nemzeti liberális eszmék ideológiai alapján állva. Úgy vélik, az RMDSZ-nek meg kell tudnia szólítani azt a mintegy 20%-nyi magyar szavazóréteget, amely eltávolodott a szövetségtől, de amelyet a magyar polgári párt sem vonz. A Nemzeti Szabadelvű Kör Kézdivásárhelyi megbeszélésen egy asztalhoz ültették a szövetség néhány parlamenti képviselőjét, szenátorát, illetve a Magyar Polgári Szövetség és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács előjáróit. Így az eseményen jelen volt Eckstein Kovács Péter, az RMDSZ Kolozs megyei szenátora,
és Dénes István, a Nemzeti Szabad Elvű Kör RMDS platform elnöke, valamint Sükő Zsede közgazdász vállalkozó is. A beszélgetést Ambrus Attila, Brassói Lapok főszerkesztője, a Magyar Újságírók Egyesületének elnöke vezette le. A programban egy aktuál politikai elemzés is szerepelt, Készfogás most címmel. A beszélgetésbe bevonták a jelenlevőket is, kiki feltehette kérdéseit, amelyre a meghívott vendégek válaszoltak. A Felsőháromszéki Népművészek Szövetsége új elnököt választott március 9-én Eszelneken. Ettől az évtől kezdődően a kézdivásárhelyi László Károly keramikus végzi a vezetői tisztséggel járó feladatokat. A Romániai Magyar Népművészek Szövetségének országos szinten mintegy 400 tagja van, és szinte minden népművészeti ágazatot magába foglal. Ezek közül természetesen a székelyföldi egyletek a legjelentősebbek, többek között a felső háromszéki is, ahol kb. 30 tagja van ennek az egyletnek. Ennek az egyesületnek a tagjai találkoztak a múlt hét végén Eszelneken, ahol tisztújító közgyűlést tartottak az országos szervezet képviselőinek jelenlétében. A Felsőháromszéki Egyesület élére a múlt év végén tragikus körülmények között elhunyt Barabás Zsombor helyett László Károly kézdivásárhelyi keramikust választották a jelenlevők. Számba vettük a régi tevékenységünket, és új tervekkel indultunk. Többek között hogy elnökválasztás is lezajlott. A terveink között szerepel, hogy minél inkább népszerűsítjük a tagokat, tagoknak a munkáit ismerté tegyük, jelen legyünk a médiákban, ugye az elektronikus médiákban honlapot készítünk, katalógust készítünk, mint máshol is. Egy másik dolog, hogy testvérvárosokkal a kapcsolatot megszilárdítjuk, és kölcsönös látogatások és kiállítások során bővően gazdagodjék ez az együttműködés. A Vidék Népművészeit tömörítő szövetségnek 20 tagja van, többnyire fafaragók, de vannak köztük bútorfestők, csuhébábkészítők és goblenbarrók is. Negyedik alkalommal szervezték meg a Zúg március szónokversenyt a Kézdivásárhelyi C-történeti Múzeum Ince László kiállító termében. A versenyre városunk középiskolás diákjai nevezhettek be. Idén városunk 5 középiskolája közül 4-ből mintegy 10 szónok jelentkezett a Zúg március versenyre. A zsűri elnökének Diószegi Attila sepsiszentgyörgyi színművészt hívták meg. A szónokversenyt ebben az évben Jokom Zsolt, a Református Kollégium végzős diákja nyerte. 2005-ben szervezték meg először a versenyt, azon is részt vettem, és 2006-ban is, és mindkét alkalommal második helyezést értem el. Így 2007-ben úgy döntöttem, hogy nem nevezek be, és idén meggyőztek, hogy utolsó évként érdemes megpróbálni, és az volt az érdekessége, hogy elékerestem a 2005-ös beszédemet, és azt egy kicsit aktualizálva azt mondtam el, és ezzel a beszéddel sikerült idén első helyet szereznem, és ez egy megelégedés volt, hogy nem a beszédem miatt nyertem 2005-ben csak második díjat. Mit jelent számodra ez a díj? Elsősorban megtiszteltetés, és úgy érzem, hogy az elmúlt éveket ez kárpótolja. Hogyan készül el egy ilyen beszéd? A témát azt nagyjából tudjuk, de hogyan írod meg, hogyan jönnek a gondolatok, az ötletek? Az idei beszéd a 2005-ös és a 2006-os beszédet előkeresve írtam meg. Hát ezt kutatómunka előzte meg, magyarországi politikusok beszédeit olvastam, valamint figyeltem a tévébe is beszédeket és gondolatok, amik megfogtak, azokból állítottam össze egy beszédet. Az előző évekhez hasonlóan a verseny győztese ünnepi beszédét március 15-én a Gábor Áron téren is elmondhatja. Kedves nézők, ez volt az aktuális magyar nyelven. Köszönöm figyelmüket!